Nívódíjat kapott a Felsőfokú Tanulmányok Intézetének 7 a Kraft programban felújított épülete a Nemzetközi Ingatlan Szövetség magyar tagozatának pályázatán. Az épületleírásokkal, gazdag fotódokumentációval ellátott pályaművek elnyerték a Nemzetközi Zsűritől a Városi Léptékű Fejlesztés kategória első díját, illetve a Kovács Attila emlékdíjat. Erről lesz szó a következő percekben. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok! Üdvözlöm. Jó reggelt! Hát én meglepődtem ezen a díjon, mert én utána gondolkodtam, hogy mi is ez, de szerintem önre bízom. Igen, mi is meglepődtünk. Ez egy nagyjából tíz éves próbálkozás, ez a Kraft program, ami magyarul kreatív város fenntartható vidék elképzelés sorozat, vagy elképzeléseknek egy ilyen érdekes kavalkádja. Amit azért fogalmaztam meg, és aztán dolgoztunk ki a kollégáimmal, mert úgy láttuk a 90-es évek második felétől, hogy nem elég a pénz, nem elég a szabad piac mechanizmusai, nem elég az állami akarat, hogyha nincs egy városnak, akár kicsi, akár nagy, olyan belső felhajtóereje, értékrendje, tradíciói, akarata, hite, koncepciója jövővel kapcsolatban, ami mozgást adna mindezeknek a fontos tényezőknek, akkor nem fog működni. Sem a fejlesztés, sem a fejlődés. Ezt azért tapasztaltam meg, mert ugyan budapesti vagyok, de a sors úgy hozta, hogy Szombathelyen kezdtem el kollégáimmal egyetemi szakot építeni, és aztán ott kicsit megakadtunk, és Kőszeg pedig valamilyen módon befogadott. Ez egy hosszú történet, amit itt most nem tudok végigmondani, de az a lényeg, hogy... Mondja csak nyugodtan, van időnk bőven. Igen, hát az a lényeg, hogy ehhez van, nekem van egy szubjektív és egy objektív oldala. A szubjektív oldala az, hogy én beleszerettem Kőszegbe, ez egy ilyen első látásra szerelem. De annak az a mélyebb oka, hogy mindig érdekelt, mint szociológus, történész, végzettségű embert, hogy mitől tud valami működni, mondjuk egy város, mitől fejlődik, és miért nem tud. És ez a két város egymáshoz nagyon közel lévén nagyon foglalkoztatta a fantáziámat. A Trianon után tulajdonképpen egy ilyen zsákutcába kerültek, mind a kettő eléggé fejlődött az a korábbi századok során. Kőszeg rengeteget innovált, a turizmus felé nagyon eredeti intézményfejlesztési koncepciói voltak, de ez is kifulladt. Szombathelyet pedig szintén, hát sajnos szinte porig bombázták a szövetséges erők a II. Világháború végén, tehát nagyon-nagyon nehéz volt a talpraállás, Kőszeget viszont nem. És elkezdett mozogni a fantáziám, hogy mit lehetne kezdeni ennyi úgynevezett épített örökséggel. Csodálatos város, úgy is hívták egyébként akkor is 20-25 éve a kőszegiek, nagyon büszkék voltak rá, de nagyon reménytelenek voltak. Mit lehet ezzel kezdeni, és hát sok idő kellett, hogy elteljen, hogy rájöjjünk arra, és itt már jöttek a művészettörténész, zenész, szociológus, közgazdász barátaink, kollégáink, hogy a belső értékekre építve, és a kulturális örökség mélyebb rétegeit megtalálva, lehet teremteni egy olyan helyzetet, egy olyan kontextust, ami, hogyha összekapcsoljuk a fejlesztési akarattal, akár állami, akár helyi, regionális, vagy akár Európai Uniós támogatásokkal, akkor ebből akár csoda is történhet. Ez egy hipotézis volt, egy város együttesre fogalmaztam meg 2010-11-ben, Kőszeg, Szombathely, város együttes, tudnék, ezek stagnálni kezdtek. A 90-es évek elején volt valami kis ugye, fellendülés, kis izgalom. Pezsgés, igen. Ez szépen megállt, majd minden elsötétedett, elszívták a kreatív munkaerőt a nagyobb városok, ugye külföld, Ausztria, Budapest, és egy ilyen reménytelen hangulat kezdett kialakulni. Na most ez 2000-es éveknek az első évtizede végén egy merész gondolat volt, hogy ez megfordítható. Tehát nem is nagyon hittek benne a helyiek, tehát hogy de jó is lenne professzor úr, de hát ebből nem lesz semmi a mi életünkben. És addig, tudni elkezdtünk Hankis Elemérrel, aki mentorom és jó barátom volt ott a város vonzereje miatt, egy nyári egyetemet szervezni 96-ban már, nemzetközi nyári egyetemet, és
az elképzeléseinket a külföldi kollégák megerősítették. Hát azt mondjuk, hogy Ferenc, ez olyan, mint egy Brüsszbe lennénk, vagy Heidelberg, a hangulata olyan. Nyilván nem az infrastruktúrája, meg a hotelek, meg... De hogy az egésznek a kisugárzása olyan, és ez megerősített, nem hagytuk abba, és először kis alapítványunkkal pályáztunk, és két épületet fel tudtunk újítani, 2005 és 6 és 9 között, norvég alapból és egy Európai Uniós pályázatból, de ez látszott, hogy ez egy limitált dolog, tehát egy kis alapítvány nem tudja ezt végig, és valahogy sikerült ezt a Kraft koncepciót a kormány tudomására hozni, és megtetszett nekik, meg kell mondjam, ez most dicsekvésnek, de nem volt, nincs ilyen koncepció, a szabad piac mindent megold. Csináljunk növekedési pólusokat, mondta ugye a szocialista, öt elég lesz, Győr, nem tudom én, Debrecen, stb. Majd az EU-s pályázatok megoldják, vagy egy központi kormányzati akarat majd mindenhova elosztja a pénzt. Ezt mondom még egyszer, ezek csődöt mondtak. És úgy látszik, hogy volt egy jó pillanat, jókor, jó helyen, ez megint egy hosszú történet. Ebből jön neki a jó dolgok. Hogy az ember jó helyen, vagy jó időben. Azt, hogy van itt egy elképzelésem, és ezt én felajánlom a kormányzatnak, és azt mondták, hogy na jó, próbáljuk ki. Tudja, az elmúlt lassan 11 évben, amióta ezt a műsort vezetem, nagyon sok emberrel színes témában volt szerencsém beszélgetni, de nagyon kevés volt köztük az, aki ennyire szeretettel őszintén beszél a szakmájáról, arról, amit végez, amit tesz. És tudja, azért érdekes az én nekem, mert az osztrák határ közelében különösen nehéz nagyobbat mutatni, mint ami a szomszédban van. Ez nagyon komplex dolog. Szombathelyre úgy kerültünk, hogy én 90-ben visszajöttem egy nagy amerikai ösztöndíj után, páromat is onnan hoztam Amerikából, és azt mondtuk, hogy ugye nincs Marshall segély, de hát majd itt van a Jody, aki majd pótolja ezt. És hát nagy elánnal álltunk bele abba, hogy akkor most lesz egy demokrácia, én nem vagyok a politikában. 90-ről beszélünk. Erről, igen, úgy döntöttem, viszont felsőoktatás, kutatás, fejlesztés, civil társadalom, városfejlesztés, szóval tele voltunk ilyenfajta energiákkal, és ez tényleg elapadt, ugye a 90-es évek közepétől úgy lelassult, és a 2000-es évek elejétől meg olyan hát egy ilyen pangó helyzet alakult ki, de elején volt, tehát a szombathelyek azt mondták magukról, amikor oda érkeztünk, meghívtak oda, hogy na csináljunk a főiskolát vagy egyetemet. Itt van a határszélen, hármas határ, nincs messze, és európai egyetem is. Azt mondták, hogy ők a nyugat királynője. Így hívta magát a város. Volt egy ilyen korábbi megfogalmazás, és ez előjött. Ez ma már nem mondják, már hosszú ideje nem mondják. De nem sikerült. Kőszegen viszont több mondás van, hogy Kőszeg iskolaváros. Na most ugye ezt azért a 90-es évekből körülnéztünk, de ez nem annyira volt valószerű. Tehát ugye de a története azt mutatja, hogy tényleg az volt. Fantasztikus szerepet játszottak a bencések, az apácáknak volt, az árpádháziaknak egy fantasztikus iskolája, ezeket mind betiltották, bezárták az 50-es években. Volt polgári kaszinó, nem sokkal azután, hogy Széchenyi kiadta jelzót, bár évtel, kőszegi polgár, nagy civil társadalmi élet volt. Ezek lassan elkezdtek visszajönni, Kőszegnek ez az identitása, hogy egy ilyen kulturális központ, Kisgrácnak is hívta magát, egy ilyen turisztikai desztináció, ezek ilyen, de hogy iskolaváros, ez megmaradt. És ez egy fantasztikus titok a történet, hogy lehet, hogy ennyi megpróbáltatás után az embereknek, akik zömmel nagyon messze voltak attól, hogy egy ilyen egyetemi, felsőoktatási vagy kutatási központot, mégiscsak ez volt a meggyőződésük, na, ezért sikerült ott megmaradnunk. Hálásan köszönöm, hogy itt volt.